Fontos fejlesztéseket végezhetnek az önkormányzatok is az országos helyreállítási terv révén. Ezekről tájékoztatta a Maros megyei polgármestereket ma délben Hegedűs Csilla, az Európai Alapok Minisztériumának államtitkára. Maros megyei polgármestereket tájékoztatott Hegedűs Csilla államtitkár arról, mire is miként pályázhatnak az országos helyreállítási terv révén, amellyel majdnem 30 milliárd euró áll Románia rendelkezésére. Az Európai Bizottság Cseke Attila közigazgatási miniszter és Kelemen Honor miniszterelnök helyettes nyomására beleegyezett önkormányzati alap létrehozásába is. Ez minden önkormányzatnak rendelkezésére áll olyan projektekre, amelyeket meg szeretnének valósítani, nyilatkozta híradónknak Hegedűs Csilla. Lehet tanári lakásokra, orvosi lakásokra pályázni a saját alapjukból, lehet bicikliutakra pályázni, lehet zöld buszokra pályázni, és emellett lesz még az országos felújítási hullám középületek felújítására, lesz iskolák, óvodák felújítására vagy építésére, lesz különböző tantermek felszerelésére, lesz ugye egészségügyi központok létrehozására, családorvosi rendelők felújítására. Hangsúlyozta, nagyon sok pénz lesz, és a Maros megyei polgármesterekkel való találkozón arra kérték őket, készítsék elő a megvalósíthatósági tanulmányokat, hogy amint megjelenik a pénz, azonnal le lehessen hívni. A Maros megyei tanács elnöke Péter Ferenc híradónknak kifejtette, az országos helyreállítási terv révén rendelkezésre álló alapot viszonylag rövid idő alatt 2026-ig kötelező módon el kell költeni, ezért fontos, hogy az önkormányzatok fel legyenek készülve. Ha azt nézzük, hogy ma 21-ben vagyunk, és 26-ig teljesen befejezett beruházásokról kell majd tárgyaljunk, akkor nem is olyan hosszú ez a pár év, nem olyan hosszú idő, mert majd kivitelezési tervek elkészítése, a munkálatok megversenyeztetése, meg a munkálatok elvégzése, ez hosszú időt vesz fel, és én úgy gondolom, hogy nagyon hasznosak ezek a találkozók. Hangsúlyozta, nem csak ezen a tengelyen jelennek meg fontos összegek, hiszen Maros megye benne van az átállási alapban is, ugyanakkor a regionális operatív és a vidékfejlesztési programok is érkeznek. Így az elkövetkező időszakban mindenkinek résen kell lennie annak érdekében, hogy minél több Európai Uniós pénzt lehívjanak a megyének és településeinek.